Új műsorelemekkel, lendületes stílusban, a megszokott értékek mentén szól tovább a Vörösmarty Rádió, melynek a Fehérvár Média Centrum nyújt szakmai segítséget. Friss hírek, közlekedés, sport, kultúra és minden, ami Fehérvár, mondhatni, megtalálható a műsor kínálatban. Ez annyit jelent, hogy kicsit pörgősebb hangvitelű, pörgősebb műsora, pörgősebb zenékkel, kereskedelmi nek kinéző és tűnő jelleggel üzemelve működik a Vörösmarty Rádió a továbbiakban. Mint közismert, a rádió frekvencia engedélye hamarosan lejár. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság már döntött az új pályázat kiírásáról, amelynek elbírálásáig a Fehérvár Média Centrum nyújt szakmai segítséget a rádió működtetéséhez. A lényeg a szakmai együttműködésünknek az, hogy az átmeneti időszakban, amíg a média tanács az új pályázatot elbírálja, biztosítsuk a hallgatóknak a megszokott információ áradatot a Vörösmarty Rádión keresztül, de tesszük most ezt egy kicsit könnyedebben, egy kicsit nyáriasabb hangulatban, és készülünk arra, hogy reményeink szerint a Vörösmarty Rádió nem csak hónapokig, hanem még hosszú évekig szólhat a fehérváriakhoz. Kedves hallgatóink, a legfrissebb híreket hallhatták itt a 99.2-n. A Vörösmarty Rádió közel 2 évtizede aktív részese városunk életének. Hiába 18 éve rádiózom, de azért ez mégiscsak új hely, új kollégákkal, új helyszínnel, úgyhogy izgalmasan telt a mai délelőtt. Így érdemes lesz továbbra is az FM 99,2 MHz-re hangolni a készülékeket, ha kíváncsiak Fehérvárra első kézből.